1809. június 14-én, a kora hajnali órákban egy csanaki parasztot vezettek Jeszenszky János, a Barsi Insurgens Lovasezred második ezredes főhadnagyi lovasosztályának alezredese elé. A paraszt az éjszaka folyamán a csanaki és a ménfői dombokra özöllő francia csapatokról számolt be. Jeszenszky továbbította a jelentést feletteseinek. Sejteni lehetett, hogy a nyár eleje óta Magyarországon zajló előcsatározások ezen a napon, június 14-én fognak kiteljesedni. Habsburg János főherceg, aki a Győr térségében állomásozó 9. császári királyi hadtest parancsnoka volt, a kismegyeri síkot szemelte ki harcmezőként. Itt akarta lelassítani a mindeddig győzedelmes francia-itáliai hadsereget. Az 5. koalíciós háború során 1809. áprilisában meginduló császári királyi támadást Napóleon gyors seregátcsoportosítása hamar megtörte. A francia császár májusban elfoglalta Bécset. Május 15-én Schönbrunnban kiáltványt adott ki, amelyben felszólította a magyar nemességet a Habsburg ház elhagyására és a függetlenség kikiáltására. A magyar politikai elit erre azonban nem volt hajlandó. Erre a magyar nemességnek két fontos indoka is volt. Elsősorban ott állt előttük a forradalmi varsói hercegség példája. Lengyelországot, miután megnyitotta kapuit Napóleon előtt, a francia csapatok szinte teljesen kifosztották. A továbbiakban csupán névleges jogokat biztosítottak a lengyeleknek. Az így megszerzett lengyel függetlenség nagyon messze állt a magyar rendek fennálló jogaitól. Így azokat eldobni a bizonytalan forradalmi eszmékért nem tűnt kecsegtető ötletnek a legádázabb kuruc érzelmű nemesek szemében sem. Másodszorban Napóleon francia birodalmát több súlyos vereség is érte. A császár elszenvedte első komoly vereségét az asperni ütközetben. Az angol, valamint a porosz kormány erősen fontolgatta katonai szerepvállalását az új francia ellenes koalícióban. Ráadásul a pápa is kiátkozta a francia császárt a katolikus egyházból. Ezek elegendő okként szolgáltak ahhoz, hogy a magyar nemesség kitartson a jogaikat tiszteletben tartó Habsburg monarchia mellett. Mivel a nemesség nem fogadta el Napóleon ajánlatát, megkezdődött a nemesi felkelés, vagyis latinul az insurrekció összehívása. Ezt sietette a tény, hogy a háború elején még győzedelmes osztrák hadakat a franciák kiszorították Itáliából. Habsburg János főherceg Magyarország irányába vonult vissza, hogy itt egyesüljön Habsburg Károly főherceg erőivel, amelyek a Morva mezőn állomásoztak. A francia hadvezetés célja az volt, hogy megakadályozza ezt az egyesülést és külön-külön semmisítse meg a Habsburg sereg részeket. A vegyesen felszerelt inzurgens haderő Habsburg József Nádor István vezénylete alatt körülbelül 16 ezer fővel Sopron, Győr és Pápa tájékán csatlakozott János főherceg seregéhez. Az így megerősödött sereggel János főherceg már felmert vállalni egy ütközetet Győr közelében. Bár Károly főherceg és József Nádor nem Győr, hanem Komárom környékét javasolták, a János szerint elkerülhetetlennek látszó ütközet helyszínéül, Habsburg János mégis kedvezőnek tűnő kismegyeri síkot választotta, mivel jobb szárnya a csata közben így támaszkodhatott a győri vár sácrendszerére. Június 13-án este került sor az osztrák táborban arra a haditanácsra, amely végül a harc mellett döntött. Ebben jelentős szerepet játszott Laval-Nugent vezérőrnagy véleménye, aki a felderítési adatokból tévesen arra következtetett, hogy csak a francia-olasz sereg elővédje vonult fel a ménfőcsanaki dombokon.
János főherceg ennek fényében rendelte el a haditervek kidolgozását. Eugene de Beauharnais, a francia-olasz csapatok parancsnoka, ezzel szemben teljesen tisztában volt a császári királyi csapatok erejével és azok hadrendjével. Tudta, hogy az osztrák centrumot a nehezen megtörhető, jól képzett reguláris gyalogosok alkotják majd, így azt tervezte, hogy a szárnyakat átkarolva töri meg az ellenség derékhadát, majd azok védelmét. Az egymással párhuzamosan futó csanaki és kismegyeri dombok adták a leendő harctér két szegélyét. Az előbbi magasabb vonulaton a franciák, míg az utóbbi, alacsonyabb fekvésű dombokon az osztrák csapatok helyezkedtek el. Az osztrák védelmi vonal a kismenyeri dombsor előtt húzódó, 4-7 méter széles és átlagosan másfél méter mély páncsapatok árkára épült. Ezen 4 fából épült híd ívelt át. A mező legjelentősebb védelmi pontja az osztrák centrumban elhelyezkedő kismenyeri major téglafallal körülvett épület együttese volt. Eugene de Beauharnais június 14-én a délelőtti órákban a következőképpen vonultatta fel csapatait. Északon, Pignéd és Ikrén között a győri sánctáborral szemben a Lőriston hadtest vonult fel 13 zászlóaljjal és 12 löveggel. A régi pápai út mentén, a Holt Marccal partjától az országútnak a Páncsa patakon átívelő hídjáig a 9. Szeük könnyű lovas hadosztály 8 lovas századdal és 12 löveggel. A centrumban, a régi Veszprémi országúttól a Kisbarát hegyig húzódó 5,5 kilométeres szakaszon, három lépcsős hadrendben a 6. és a 2. francia hadtestek csapatai masíroztak. A 6. hadtestben Paul Grenier tábornagy vezetése alatt összesen 33 zászlóalj, a 2. hadtestben Baraguier Dillier altábornagy vezetése alatt pedig 21 zászlóalj vonult fel a kismegyeri síkon. A francia, olasz, német haderő jobbszárnyát Nagybarát és Nyúl falvak között egy nagy erejű lovassági összevonás képezte, amely összesen 68 lovas századból állt. Amint egy 4,5 km hosszan nyúló osztrák arcvonal északi támaszpontját a győri vár és a körülötte lévő sánctábor alkotta. A vár védelmét Pécsi Mihály műszaki ezredes látta el 1500 katonával és 14 ágyúval. A sánctáborban Meskó József vezérőrnagy, közel 4000 gyalogos és 1300 lovas inszurgense és 10 ágyúja táborozott. A Győrtől délkeletre Frimont hadosztálya helyezkedett el, 11500 fővel és jelentős lovassági összevonással. A francia derékhaddal szemben a Páncsa híd körül nyúlt el a császári sereg centruma 2 lépcsős hadrendben. A Jelasics hadosztály 8190 gyalogossal és a Colorado hadosztály 2 dandárjával megtámogatott, magyar nemesi felkelőkkel kiegészítve itt foglaltak harcállást. A kismegyeri templomdom nyugati oldalán állt fel a Colorado hadosztály másik 2 dandára. Ezen front szakasz legfontosabb védelmi pontja a páncsapatok hídja mögött fekvő major volt, melyet osztrák népfelkelő Landwehr csapatok védtek. A major és a templomdom nyugati oldalán helyezkedett el a császári királyi csapatok teljes tüzérsége. A császári sereg balszárnyát a főleg lovas inszurgensekből álló mecséri lovas hadosztály képezte 5350 lovassal. Mindent összevetve, a kora délelőtti órákra Habsburg János főherceg közel 30.000 gyalogost, 10.000 lovast és 32 löveget vonultatott fel Győr alatt. Vele szemben a francia-itáliai hadsereg 42.000 gyalogosa, 12.000 lovasa és 144 ágyúja foglalt állást. A mérleg egyértelműen a franciák javára dőlt, de erről az osztrák hadvezetés semmit sem sejtett. A csata napján, június 14-én kora reggel, Eugene olasz alkirály
Napóleon fogadott fia, vezérkarával kivonult a 316 méter magas Csanaki hegyre, ahonnan az osztrák állásokkal együtt az egész vidéket be lehetett látni. Csanak irányában még porzott az országút a tegnap éjszaka óta folyamatosan felvonuló francia csapatok lába alatt. Az osztrák harcálláson világosan látszott, hogy centrumát a kismegyeri major köré csoportosította Habsburg János. Ennek fényében született meg a francia haditerv. A bal szárny csupán lekötő harcot folytat a győri sáncoknál, meggátolva egy esetleges osztrák bekerítési hadműveletet. A derékhadban felvonultatott gyalogság a kismegyeri major elfoglalására és az osztrák centrum áttörésére több lépcsős, frontális támadást hajt végre. A fő feladat azonban a jobb szárnyon csoportosított lovasságra hárul, akiknek feladata az ellenség bekerítése lesz és a Pálmcsa patakba csatlakozó vicai ároktól elkezdett centrumra irányuló felgöngyölítés. Ezzel egy időben Habsburg János főherceg is kilovagolt kíséretében a győri várból, hogy a terepet megvizsgálhassa. Harcállását a csupán 135 méter magas kismegyeri templomdombon rendezte be, ahol ekkor már villás reggel is várta a teljes vezérkart. Itt hívatta magához a haditervért felelős Nugent tábornokot, aki azonban bevallotta, hogy az éjszaka folyamán semmi ilyesmit nem készített elő, mert véleménye szerint a legjobb haditervek a csatamezőn születnek. Arra sem tudott határozott választ adni, hogy tulajdonképpen az osztrák hadseregnek támadnia, vagy védekeznie kellene-e. Hiszen úgy vélte, hogy a felvonuló francia erők csupán az itáliai hadsereg előcsapatai lehetnek, és így alig lehetnek többen 12.000 főnél. János főherceg ennek értelmében 9 óra körül engedélyt adott a reggel óta harcrendben álló csapatainak az ebédfőzésre. Elkezdték szétosztani a katonák között a Győr városából ajándékként küldött bort is. Ekkorra a francia csapatok teljesen befejezték a felvonulásukat, és elkezdték a császári balszárny átkarolásának előkészítését. Az átkarolásra 6000 lovast és 24 fogatolt ágyút toltak előre két oszlopban, Meskó József 5000 inszurgense ellen. Már javában tartott a bekerítés előkészítése, de Nugent tábornok még mindig maximum 20.000 fő seregnek gondolta a velük szemben álló francia haderőt. Ez azonban már kellően magas számnak bizonyult ahhoz, hogy János főhercegnek azt tanácsolja, a sereg maradjon a védekezésnél. Ennek során talán teljesen felülrőlhetik a támadó franciákat. Nugent észlelte a bekerítési szándékot is, de megakadályozására nem tett semmilyen konkrét lépést. Hadsegéde, Beckers gróf rendelte ki a győri sánctáborból Meskó hadosztályát, hogy csatlakozzon a balszárnyon álló mecséri hadosztályhoz. Bár Győr környékén az osztrák jobbszárnyon kisebb csatározások már 9 órától voltak, az első ágyulövések 10 órakor dördültek el. A franciák megkezdték a major elleni támadás előkészítését. Hamarosan az egész közel 5 kilométeres arcvonalon több mint 100 ágyú ontotta tüzét az osztrák vonalakra. A császári könnyű gyalogosok a francia vadászok tüzének nyomására hamarosan visszavonultak a Pándzsa nyugati partjára. A francia támadás megindult. A francia jobbszárnyon előre nyomuló lovasság mecséri lovasait egy kisebb összecsapásban a Pándzsa túloldalára vetette vissza, majd megkezdte felvonulását a major alatt lévő Pándzsa híd irányába.
Colbert délben rendelte el a major megrohanását. Ekkor a 9. huszárezred megrohamozta a hidat. Nyomukban a 7. és 20. lovasvazász ezredek vágtattak át a hídon, és egészen a majorig nyomultak előre. Itt azonban a majort védő, osztrák landwehr gyalogosok sortüze fogadta őket. A sortüzek alatt megtört a lovasság rohama, így végül kénytelenek voltak visszavonulni. 13 órakor a francia gyalogság is megkezdte az előre nyomulását a tüzérség támogatása mellett. A Pándzsa partjáig nyomultak előre. Itt komoly puskatűz fogadta őket. Szabadhegy előtt, a kismegyeri dombokon, amelyek kiálló szegletet formáltak, ágyúk állottak. A majorban pedig gyalogság volt. Így lehetetlenség volt úgy átkelni a hídon, hogy soraink erős Kartács alá ne kerüljenek. A francia gyalogság 13:30 perckor erősítést kapott, és folytatta támadását a major ellen a császári csapatok erős tüzében. A három lépcsőben előretörő gyalogság áttörte Colloredo hadosztály első vonalát a kismegyeri temetőnél. 14:30 perckor a Colloredo hadosztály Jelasics támogatásával ellenlökést hajtott végre. Az erősödő tűzben a dombon felfelé támadó francia gyalogság végül meghátrált, és a Pándzsa túlpartjára vonult vissza. Az osztrákok fellélegezhettek. 15:20 perckor a teljes császári királyi vonalon visszaállt a rend. Perckor rettenetes francia ösztűzzel újult meg a támadás. A francia tüzérség 24 ágyút vont össze a major környékén. Mind a 24 ágyú a major téglafalát lőtte. Tüzérségi tűz fedezete alatt a Russzeldandár déli irányból igyekezett átkarolni a majort védő osztrák csapatokat. 15:45 perckor a Seyrel hadosztály második dandára betört a majorba, de negyed óra múlva a császári csapatok véres szuronyharcban visszaverték őket. A major az erős támadások ellenére még mindig császári kézen volt. Ezzel egy időben azonban az erős francia nyomás miatt Colloredo kénytelen volt kiüríteni a kismegyeri temetőt, ahová szinte azonnal beözöllött a francia gyalogság. 15:45 perckor a centrum északi oldalán támadó Sevroli hadosztály olasz gyalogosai betörtek Győr-Szabadhegy faluba, ahol véres közelharc alakult ki a települést védő Jelasics hadosztály első vonalával. A második vonal ellenlökést hajtott végre, amely során sikerült visszavetni az olasz hadosztály a páncsapatok vonaláig. Ebben a fél órában, bár a császári csapatok megtartották Szabadhegyet, a kismegyeri temetőt elvesztették. Így a major déli része védtelenül maradt, és egy kisebb ív keletkezett az osztrák császári királyi arcvonalban. A francia hadvezetés, látva a második támadás megállását, új támadó lépcsőt indított meg a hátráló Sevroli hadosztály támogatására, akik így újra rohamot indíthattak Győr-Szabadhegy ellen. A francia támadás egyre nagyobb rést ütött a császári centrumon, de az osztrák arcvonal a majorra támaszkodva még tartotta magát. A fordulat így nem itt, hanem a császári hadrend balszárnyán alakult ki, ahol a mecséri hadosztály lovas inszurgensei foglaltak állást az egyre erősödő francia ágyútűzben. Mecséri, felmérve az előre nyomuló francia lovasság manőverében az átkarolás veszélyét, bal fordulatot rendelt el, amit a képzetlen inszurgens lovasság csak nagy nehézségek árán és nagy kavarodás közepette volt képes kivitelezni. A rend még vissza sem állt teljesen, amikor 15:30 perckor megérkezett a támadási parancs. Mecséri megvárta, amíg inszurgensei elhelyezkednek, fölveszik támadó alakzatukat, majd a heves ágyútűzben rohamot rendelt. Az inszurgens lovasság a Vicai árkon átkelve rohanta meg a túlerőben lévő francia lovasságot. Rövid, de annál hevesebb küzdelem bontakozott ki.
Mecséri a küzdelemre így emlékezett vissza. Mivel a mi kis lovunk a franciák nagy lovát helyéből ki nem mozdíthatta, és azon kívül a mi lovaink tanulatlanok voltak. Népünk, ám bár sok bátorságot mutatott, de nagy része ennek előtte harcot vagy ellenséget soha nem látott. Történt tehát itt is, hogy az ellenségnek mind nagyobb ereje, mind jobb fegyverzete, mind pedig tudomány és tapasztalása győzedelmeskedett, és népünket a vicai árkának szorította. Az összecsapásban az inszurgens lovasság meghátrált, és a francia ágyútűzben feltorlódott a vicai ároknál, ami hamar megtelt halottakkal és sebesültekkel. Ezzel a császári balszárny teljesen felmorzsolódott. A menekülő lovasságot, bár Sashegynél 16 óra környékén sikerült összerendezni, ellenlökésről ekkor már szó sem lehetett. A majortól északra a gyalogsági támadás támogatására kirendelt Szőhák lovas hadosztály Győr irányából betört a lángoló Győr-Szabadhegybe, amitől a védekező Frimont altábornagy gyalogsága kiszorult a faluból. Miután a császári centrumot így nem csak déli, de északi irányból is bekerítés fenyegette, János főherceg délután 5 órakor elrendelte az általános visszavonulást Komárom irányába. A derékhad visszavonulása után a major Landwehr védői még este 6 óráig tartották magukat. A francia tüzérség ekkora már szinte a földig rombolta a majort övező téglafalat, mire a francia Russell dandár 106. sorgyalog ezrede betört a major épületébe. Ekkor a védő Landwehr csapatok végleg letették a fegyvert.